hogy hallom, hamarosan megyünk is be a mapra. Itt látom a belsős kommunikációban is, szerencsére ilyet is biztosan lennünk a szervezők, hogy lassan megyünk be játékba. Még hozzáadtak ugye az előbb jó pár percet, de ha minden igaz, már jön a map videónk és megyünk be villára, az első pályára. Így is van. Végtelen have fun Kanto rakettitől, és hát mi is hasonlókat kívánunk nekik. Érkeznek hamarosan a bannok, a Vitus Pro kezd védolni, a jövék az első. Egy Monty, nem meglepő a Jeet ellen, főleg Pengu ellen. Ha Hennyében lennénk és mint lenne az ellenfél csapatában, akkor egy Blitzbant látnánk a Monty helyett egyébként. És egy Nomád a Jeet-től. Igen, határozottan Nomád az egy kötelező karakter szokott tenni támadásoknál a villán. A három lépcsőre olyan helyekre berakodnak is airjabeket, hogy ne tudjon a flankelő védő feljönni. Nagyon jó védelmi módszer, és nem kell flankwatchra se drónt, se játékos proszt pazarolni. Egy oldalon érkezett még a G2-tól egy golyóban, tőle Vitus Pro-tól végül egy Mira. A golyóról tudunk egy kicsit még mesélni, hiszen nem lehet véletlen ez abban, mert hát az Empire-nek, a BDS-nek és a Vitus Pro-nak az egyik kedvenc operátora statisztikák szerint. Ők pikkelik a legtöbb szörgolyót, egy teljesen logikus lehet a G2-tól egy ilyen ban. Ezek próbálnak counterölni. Egyébként a G2 választotta a támadó oldalt, igaz? Mivel ugye ez a Virtus pályája, tehát most a Virtus pályán vagyunk, akkor valószínűleg a G2 választotta attackot. Vélem egyébként valamennyire szokás, mert ugye egy valamilyen védő mapon könnyebb ugye úgy visszahozni egy hátrányt, hogy hát támadóban az első hat körben összeszedtek mondjuk két kört, és akkor csak tökéletesen kell védeni. Ez szinte logikus. De ezt hát tegnap láthattuk tőlük ugye a Team Parkon, hogy visz erősen védőpályának lehet titulálni, hogy a G2-t az nem nagyon zavarta meg. És ami 4-2 vagy 5-1 elfordultak, ha jól emlékszem, vagyok egészen biztos benne. Tehát most is felkészültek, mint a Vitus Pro, ami tegnap a BDS-ből. És kicsömben kezdett a Vitus Pro. A statisztikák alapján ez a leggyengébb védőszájt. Nem, ugye első védésnek szeretik a csapatok olyanokról beválasztani, élni a meglepetés erejével. Pasáltan egyébként egy runout. Ó, de és mennyire jó az a runout! A mai nap első fregje, Unora, kiesik az S kapásból az egyik entry fragger karakter. Még szerencse, hogy mondjuk nem egy IQ vagy egy Thatcher hullott el elsőként. Ez nagy szerencse. Nem nálunk van a probléma, miért még valaki megijedne. A hivatalos Rainbow Six csatornán is pontosan ugyanott állt meg a képernyő. Egy kis probléma van. Méghozzá az, hogy a játék kikresselt az első kör legelején, ami azért kellemetlen, mert volt egy komoly entry frag a védő oldalról kicsömben. A Vitus Pro nem nagyon örül, de egyébként az S az egy nagyon jó pick volt, ott volt még bent Maestro, ami nem maradt más, csak Sledge Granatjai Counternek. Arról nem kaptunk infót egyébként, pontosítsunk, hogy az egész server kikresselt, vagy csak az Observer kresselt ki, esetleg valamelyik más productionben lévő gép. Ennyit kaptunk, hogy game crash volt, úgyhogy lehetséges, hogy egy 0-1-es eredményre fogunk bemenni a szeron. Igazából, hogyha már volt kontakt, már pedig volt kontakt elég kőkeményen, nem fogják riosztolni a kört, úgyhogy hamarosan látunk szerintem egy 0-1-et közül. Azt nézem, hogy kapunk-e valami spoilert erről. Nekünk van erre egy dokumentumunk a szervezők által.
Egy pillanat türelmet kérek, ez abszolút nem az a meccs. Itt vannak benne a... Aha, igen, egyelőre még csak annyi van bent, hogy Kitchen és Dining a kör, meg a bannot, tehát még ez a dokumentumunk sincsen frissítve igazából, hogy állnak a csapatok. Hát hamarosan megtudjuk. Valószínűleg kapunk információkat, mi történt egészen pontosan. Ha nem a játék crash-el, nem csak obszerűen, akkor a kör biztosan le fog menni, hiszen... Ebből megyünk be játékba hamarosan egyébként. Közben kapom itt a szervezőktől az infót. És... hát az entry ellenére, hadd mondjak egy spoilert, a G2 nyerte az első kört. Ahhoz, hogy hogyan folyott le a kör, azt sajnos nem láttuk. De a Virtus Pro elbukta Kitchent úgy, hogy alapból ők tudtak entrizni. Pasa kilőtte Unót? Igen, Pasa lőtte ki Unót. Úgyhogy végül a támadó G2 4v5 bele tudta hozni Kitchent. Valószínűleg menni fogunk akkor egy másik site-ra, Aviatorba vagy pedig Trophy-ba. Előbbi valószínűleg a valószínűbb, fogalmazzak. Jó, viszont azt már ebből a pár másodperc is meg lehetett mondani, hogy a Virtus Pro itt hát győzni jött, nem feltett kézzel álltak ide a G2 ellen, elég pofátlan megoldás volt ez így rögtön az első körre. Igen. megmutatták, hogy ők fogják játszani a saját játékokat, nem érdekli, hogy ki az ellenfél. Így van, és ez nagyon jó dolog egyébként szerintem, hogy így bekezdtek. Tehát ez tipikusan egy olyan dolog, ami nagyon off-guard tud érni, hogyha ha nem vagy bemelegedve a mérkőzésre, nem vagy benne annyira, egy kicsit is nem vagy benne annyira, hogy most jó, le kell tartani, meg stb., meg hova futhatnak ki. Talán az egyik legjobb dolog egy meccseg elején ilyen agresszívan kifutni, nem Popet? Tehát amikor így a leges legelén egy napnak, amikor még el se indult a nap, még kb. Ki se kelti az ágyból, de valaki kifut rád agyatlanba, az így ki tud tiltálni. Nem hiszem, hogy sok ember számított volna rá. Ez így meg fog történni egyből. Sokszor előfordul, hogy ugye az 5.-6. védőkörben már spawn pick-el egy-két védő és próbál esetleg meglepni egy-két támadót, miután így passzívabbak voltak a körök elején. Canadiantől látunk sokszor ilyet, de hogy így rögtön az első körben valaki ezt bevállalja, ez egyértelműen önbizalomról árulkodik szerintem. Igen, mondjuk ennek ellenére ugye elbukták az első körüket, de hát azért ott még bőven mit a tejébe aprítani. Mondhatok-e még spoilereket? Tehát, hogy ne lepődjünk meg, itt a producerünket, Bercit azonnal felkészítem a váratlan eseményre. A második körben is ki fogunk crash-elni, úgyhogy a körnek nem fogjuk látni a teljes részét valószínűleg. Nem tudom, hogy tőle behalacott, hogy Berci, ahogy nevet egyébként. Rádiós kaszt. De óriási, hát úgyhogy mennyit amennyi ezt a kis Excel fájlt, nincsen még beírva azt, hogy hova mentek, de valahol mentek, és valaki majd nyerni fogja a kört. Cringe. Na, tehát ez most... Amúgy, hogy telik a hétvégét, Popet? Hogy telik a hosszú hétvége? Eddig nagyon jól, és teked, Dani? Nagyon jól, vízötéket szereltem, hogy ne folyamán a csap alatt így azt mondta a fém, hogy feladja a harcot, és így... Most na most a poént félretéve egyébként van még rengeteg dolog, amiről tudunk beszélni veletek. Többek között arról, hogy egyébként ugye hamarosan érkeznek a Challenger League kvalifikációk. Nincs még dátum. Nyugi, a csapatok is tiltálnak, hogy még nincsen pontos dátum, de hamarosan érkezni fognak a Challenger League kvalifikációk. És mi megpróbálunk úgy készülni, hogy mindenképpen itt a Rainbow Six csatornán elhozhassuk nektek a magyar csapatoknak a menetelését. Ugye leginkább itt a most már Csunkival is hivatalosan kiegészült Salamander az, aki a legnagyobb eséllyel indul Magyarországról, de ugye azért itt van még egy ex-Budapest 5 most már team, nem hiszem Homeless, vagy nem is tudom milyen néven vannak, illetve a Teamplay csapata, és belenézünk ebbe a Trophy Statuary védésbe egy nagyon picikét. Kérdés, hogy itt hát mikor fagy ki az Observer, majd mondjuk meg Prepface-ben, vagy annak közvetlenül a végén lehet, hogy egy bőri hostoltak. Hogy megoldják ezeket a technikai gondokat.
Mi látszik, hogy a Virtus Pro egy ilyen klozetvédéssel készült, van már a Jägerrel, Shielddel. Bedroom falra is érkezett egy rotation. Nem oldalon pedig, ugye a spikkelt a G2 leszámítva. Sledge-t, akiért egy Zófia érkezett. Közben itt megosztottam a kedves szervezőkkel, nekem hasonló problémám volt, amikor MNB-t observerkedtem, hogy talán Berci emlékszik, hogy az alapszakaszban jó párszor kikereseltem némelyik mérnök, és akkor azt hittük, hogy a játék a hibás, de igazából nem, a végén volt teljesen rossz, elhatott meg a streamet még úgy, ahogy elvitte. Opá, közben az első kör megtörténik, az első másodperce oda-vissza, igen, pontosabban fordítva, Pasa entriződik ki, amiúttal őt kapta el Uno. Aztán nagyon agresszív volt is. Nincs rota, Sight. Ja, nem ez a Sight, oké. Nem ez a Sight. És igen, és akkor ennyit láttunk. Na, hát akkor... És ez akkor is lement így ezután, és ezt is megérte valaki a két igen. csapat közül. Azt tegyük... Azt tegyük hozzá, hogy... hogy panaszra nem lehet okunk, mert legalább annyit láttunk ebből a körből, mint az előzőből. Nem láttunk kevesebbet, tehát ez is valami... szinte egy előrelépés, hogy ezt így lehet mondani. Közben nézem, hogy van-e spoilerünk a kapcsán, hogy mi történt. 2-0-val fogunk visszamenni, kedves nézőink, a G2 miután... Hát na, ők rá tudtak ülni az entry fragre, miután kientrizték Pasát a körből, ugye a mute-ot, utána be tudták fejezni a kört, és trofi védés volt, igaz? Ez trofi volt, igen, igen. Jó eséllyel most a Virtus most már tényleg megpróbálja Aviátort bevédeni. Na tehát visszatér, ugye lesz hamarosan a Challenger League kvalifikáció, és ott a magyar csapatokat igyekszünk majd követni. Nem tudjuk még tényleg, hogy mikor lesz, de igyekszünk felkészülten lenni folyamatosan itt a nyár végén, lassan ősz elején. Tényleg lehet, hogy szeptemberre csúsznak ezek a kvalifikációk, pedig mindenki augusztusra várta a Challenger League kvalifikációkat. Simán meg lehet, mivel egy csapat megy be ugye az Open Qualiból, ugye minden Nationals-ből megy egy csapat, kivéve a magyarból, meg még egy-kettő Nationals-ből, ami ilyen kisebb. Csak egy Open slot van, úgyhogy én simán látom képzelni, hogy egy-két nap alatt lenyomják, mondjuk maximum egy héttel a Challenger indulás előtt, ami kb. Olyan szeptember végére van ígérgetve. Úgyhogy lesz egy ilyenünk, illetve lesz egy érdekes projekt, ami hamarosan be lesz szintén jelentve a Ubisoft által. Erről még nem beszélhetünk, de az is rendkívül érdekes lesz, és annak is lesz majd magyar vonatkozása. Még mindig magyar rehoszt természetesen. Ugye ilyenkor, amikor van egy ilyen crash, meg kell várni, míg lefolyik a teljes kör, míg vége lesz annak, illetve be kell setupolni a játékot, stb. Ezért is lesz jó, ami a következő update-be jön ki. Nem tudom, Popet, mennyire nézegetted, biztos nézegetted a következő update, tehát mindenki nagyjából kvázi árgus szemekkel várja. Ugye most már a test szerveren bent van a replay rendszer, amit úgy ígértek be, hogy amikor lemegy a test szerverről visszahúzzák ezt az egész replay tuccot, és a következő patchben még nem rakják bele, csak egy mid-season, vagy valami következő nagy patchbe teszik bele, mert szeretnék minél jobban improve-olni, javítani. Ilyen szempontból egy ilyen replay rendszer már most tök jó lenne, mert az ilyen rehostoknál ezeket ugye utólag vissza lehet nézni, hogy mi történt a körben. Már mindenki nagyon várja ezt a replay rendszert, mert konkrétan, hogyha egy játékos már indítja egy replayt, vagy observer, vagy akárki, onnantól kezdve teljes értékűen úgy meg lehet nézni egy meccset, mint hogyha observerként be lennél egy mérkőzésen, úgyhogy mindenki izgatottan várja, mert konkrétan tudni fogunk majd olyanokat csinálni, hogy van egy verseny, reméljük, hogy feltöltik publikusan valamelyik replayjét, tegyük fel mondjuk Kantó fölrakja ennek a meccsnek a replayjét, és lehet csinálni egy olyan highlightot belőle, hogy konkrétan a meccsnek minden fregje látszódik, ami tényleg nagyon izgalmasra teszi ezt a dolgot, illetve többi más újítás is remek. Hasonló megoldás, mint amit Invitation-eken szoktunk látni, amikor az összes gépről folyamatosan mennek a replayek.
ezért is hátrány egyébként most, hogy online történik ez az egész, hiszen Lanokon ezt megszokták volna, hogy több observer van, illetve a játékosok gépét is, hogy hát képernyőt is meg tudják osztani. Nyilván, hogy ha kieső az observer, akkor vannak megoldások. Mindig. Most a játékosokra várnak egyébként a szervezők, közben ennyi info érkezett, gondolom a játékosok is mondták, hogy jó, akkor most kimegyek WC-re, meg iszok vizet, meg ilyen. De szokásos, igen. Közben Ubisoft annyit írt, hogy abban az esetben, hogyha megint bekresselne a téma, most már egy tartalékgépet aktiválnak, mert úgy tűnik, hogy ez egy állandó dolog lesz, hogy egy fereg után azonnal kiesünk. Illetve a Ubisoft stúdiójában úgy tűnik, hogy internet problémák adottak, úgyhogy még egy kicsit várunk el. Wow! Tehát, hogy... Izgalmasan kezdődik azért ez a meccs. Mi jól beharangoztuk, hogy milyen összecsapás lesz itt oda-vissza körökkel. Közben érkezett itt az élő adás alatt, hogy a Twitch-eten, aki esetleg mondjuk e-sport gurum vagy YouTube-on nézni ezt vissza, hogy a Crash Detectről van-e valami infónk, hogyha kilépsz, ugye akkor pont levonás, gondolom, hogy a ranked alatt érted. Annál többet nem tudok, mint amit mondjuk leírtak a patch notes-ba, meg amit mondtak. Így is van rengeteg dolog, ami... Ez nem tudom, hogy működik akármilyen, de ezt nem csak Ubisoft, akármilyen játékfejlesztő cégnél, hogy van egy patch notes, kiadják mondjuk a 1.1 után az 1.2-es patchet, nem tudom, kiad egy ekkora patch notes, és akkor mászkálsz a pályán, és akkor észrevesz valamit, hogy nézd, ezt is megváltoztatok, és ezt így kihagyják, így ilyen full észrevétlen, csak így ez a észrevettétek, hogy ezt a fegyvert megváltoztatták meg, hogy levették ezt meg, mint vannak főleg ilyenek, hogy így... Elég gyakran előfordul, meg így átszíneződnek falak pályákon, meg igen. Fények megváltoznak. És hát szó nem esik róla, és akkor csak az emberek elkezdenek beszélgetni Twitteren, hogy egyébként az Arakói szerintem megint megváltozott, mit gondoltak róla. Igen. Akkor mondják, hogy hát én is úgy vettem észre. Úgy egy kicsit ilyen érdekes ilyen szempontból lesz a dolog. Most én nem tudom, mi történik. Nem akarok spoilerezni, de én már itt látom a harmadik körnek az eredményét. De nem megyünk vissza a játékba, és nem 2-0-ás eredménnyel fogunk bemenni. Nekem az a tippem, hanem a harmadik körök az eredmény is itt lesz, de annyit elmondhatok, hogy Aviator volt egyébként ez a következő kör. De nem akarom elszpoilerezni, hogyha látjuk. A szervezők mind mondanak, hogy hamarosan látni fogunk a játékképet. Arra számíthatok, hogy lehet egy kicsit néha akadni fog a kép. Még egyszer mondjuk, ugye ez a jelenlegi vírushelyzet miatt ugye otthonra vannak kényszerülve a Ubisoftéknál is, meg mindenhol az egész világon, és sokkal körülményesebb technikai és technológiai megoldások ennek ahhoz, hogy normális és értékelhető közvetítést tudjanak csinálni. Bár ez most még nem jött össze, de azon az úton vannak, hogy ez végül azért megvalósuljon. Szerintem elmennénk egy rövid szünetre, hogyha nem kapnám most azt az információt, hogy tényleg egy percen belül kb. Megyünk be. De azt mondom, hogy azért a biztonság kedvéért menjünk el egy kis szünetre, mert itt most semmi sem biztos.
hogy néz ki, visszatérünk. Hát 3-0-ás G2 vezetés itt villán. Eddig biztos olyan izgalmas a meccs. Kár, hogy mi nem láthattuk. Vagy lehet, hogy pont, hogy nem, de sem tudjuk. Azt tudjuk, hogy 3-0-ra fixen vezetnek. Kitchent, Trophy-t és Aviátort végigjártuk. Most újra Kitchenben, vagy csak Kitchenben, azaz konyhában véd a Virtus Pro. Hogy az is ritka szerintem, hogy több freget láttunk, mint ahány kör volt. Vagy most kevesebb freget láttunk, mint ahány kör volt eddig lejátszva a mérkőzésen. Wow, na... Érdekes. Vissza kell nekünk is rázódni, de reméljük, hogy most azért nem lesz semmi probléma. Ezért monitorozom a mindenféle kommunikációs csatornákat. Egyre úgy tűnik, hogy nem crash-elünk ki a mérkőzésről, és menni fog a dolog. Ezt a setupot látjuk, mint az első körben. Valószínűleg most azért nem lesz ennyire agresszív már a Virtus Pro. Mondjuk az első kettő, hogy azt még pont láthattuk. És úgy néz ki, hogy Study felől fog tékelni a G2 ezúttal. Egyedül a Thatcher van a másik felén egyenlőre, ha jól láttam. A védők pedig library-ben, itt a living room-ban rómolnak egyenlőre. Nem Study felől, piano felől egészen pontosan az emeletet kihagyják. Nagyon szépen építi fel egyébként a támadást a G2. Szépen haladnak előre, viszonylag elég gyorsan egy Maestro kambot már ki is szedtek onnan Holvéről, Rask mellől, hogy egyel kevesebb kamerával rendelkeznek a védők, közben érkezik VTG pulzja. A drón is észre is vették. Így van. Maestro kerülhet hamarosan kontaktba. Pasa, mint hogyha érkezett volna valahonnan, de lehet, hogy benéztem. Lehet, hogy akkor benéztem. Citizen pedig a detektorával infózza, hogy mi hol található. Aktívan nem összetegettük ki semmit. Biztonsági Claymore. Ugye nomád nincs a játékban, úgyhogy a Claymore kifejezetten hasznos. Sok wave mellett itt vannak a támadók már bent a mosókonyhában. És Pasa pedig ki megint unót. Akárcsak az első körben történt, most is megtörtént, csak más körülmények között. Rask egyre nagyon jól tartja magát azzal a Maestroval, itt Living Roomban. VTG segít neki. Kanto pedig teljesen más fel tekinget. Nem hiszem, hogy bárki emelte, és én itt láttam. Mentől tartanak. Nem tudják, hogy ott van Redditch-ön. Maestro végül droppolt Livingből. Hát rá az S-sel 50 másodperc van vissza a körből, 4000 ellen kell támadni a G2-nek. Hát egy kört az elsőt már lehozták ember hátrányból, úgyhogy most sem lehetetlen, simán megtörténhet akár most is, hogy be tudnak robbanni. Drón már csak egy darabban pengunálsz, a szájtól sok info nem lesz. Két oldalról támadnak, Kantónak közel megvan. Emission, elhullik a Jäger, az egy jó pick lehetett volna, de Rask hullik el Pengu által. Pasa még mindig ott van lépcsőn, Virtus-nak közben meg a VTG, sok védés Pasa maradt a 2v4 szituációban. Sof még nem igazán tud mit csinálni, eléggé szorult helyzetben van Pasa, közben megvan neki Kandora ketté, Citizen visszalövi Pasát, sok wave, ben van Sighton, nem volt róla info, megvan neki Citizen, megy le a Diffuser Virtus-től, és ezt keresztül tartják. Pengu az, aki befejezi a kört. És megszerzett utolsó freget. Nem volt egyetlen info Shockwave-nek a pozíciójáról, de biztonságos helyre tették, úgyhogy bármi irányból le tudja őt fedezni. Pengu 4-0 a G2-nak a Virtusnak a pályáján, ezt tegyük hozzá. Igen, ami ráadásul villa, hát nem kell már annyit emlegetni, ez inkább a védőknek kedvező pálya. Ugye ezt láthattuk tegnap is a Team Parkon G2-tól. Nem nagyon érdekli őket a statisztika jelenleg. Tudjátok, mi fog még jönni ezen a pályán? Még egy crash. Melyik fogunk crash-álni hamarosan ebből a körből. Egyébként még amíg látjuk, hadd mondjam el érdekességképpen, hogy eddig ugye sorban úgy mentünk, hogy konyha, troll felszoba, aviátor,
majd megint konyha, és most nem trófeába megy utána a Virtus, hanem vissza aviátorba. Ezt a védelmet nem láttuk egyébként tőlük, tehát ez teljesen off-stream ment ez a védelem. Az első körben, a második körben azért egy kicsit láttunk mind a trofiból, mind a konyhából. Még nem sokat változtattak azokon sem. Az, hogy itt változtak, az fogalmunk nincs. A kicsős az egy-egyben ugyanaz volt. Pörgetik tovább a szájtokat, nem próbálkoznak ugyanazzal kétszer egymás után. Valamit ki kell találni, mert így 4-2-ről még talán meg lehetne fordítani, de attól. Igen, és megtörtént. Hát igen. Ú, de jó a hang. Kaptunk egy kis G-fegyver hangot, de hát jó, megesek az ilyen. Azok a szervezetek pár tippet, ami segített ezen a dolgon. Újra, ki nem maradt volna, Coastline-t bannolta a Vetus Pro, majd Oregon-t a G2, Vetus Pro pickált a Villát, amin egyelőre 4-0-ra vezet a G2. Utána a következő pályánk pedig Café lesz, a G2 pickje. De már láttuk tegnap a Vetus Pro-t játszani a Rogue ellen egy elég nagy arányú 7-2-es győzelemmel. A G2 BDS meccs is bent maradt, de ott nem került végül rá sor, az lett volna a Decider. Egy érkezett Consulate és Clubhouse-ban még, és a végén pedig majd megyünk Team Parkra, hogyha úgy adódik. Közben kicserélik az Observernek a PC-jét, és 5-0 a G2-nak az aviátor után. Úgyhogy egy kör van hátra az első fél időből, totális G2 vezetés mellett. Totális G2 vezetés mellett. Mit tippeltünk erre a meccsre, Popet? Én azt mondtam, hogy a G2 az 2-1-re veri meg őket, mert bocsánat, az őket ez a Virtus Pro akar most lenni, és a BDS pedig 2-0-ra búcsúztatja őket. Hát eddig nem túl meggyőző a G2-val szembe a Villa védelme, és hogy te is kiemelted, hogy Villa védelme a Virtusnak. Bár egyébként... Nem lenni a Virtus helyében, azért. Igen, tehát hogy... Nem marad vissza G2 ellen támadni egy Villát majd ekkora hátrányból. Főleg, hogy most ugye szinte körönként rehozta van. Ez mennyire idegesítő lehet. Mind a két csapatok egyébként. Tehát, hogy mind a G2-nak, mind a Virtusnak. De látjuk, hogy a G2-ra talán kevesebb hatás van. A G2 egyelőre valószínűleg jobban kezeli. Igen. Jobbtabbak, és inkább örülnek neki, hogy minden kör előtt van egy olyan 5 perces time, hogy nyugodtan ki tudják találni, mit szeretnének csinálni. Tudnak beszélni a coachokkal. Tudni, ilyenkor mindenkinek higatnak kellene maradni. Az, hogy frusztráltak lesznek ettől, az hát segíteni nem fog. Hát igen, akkor ki kellene használniuk a lehetőséget. És egy gépcsere az nem egy rövid folyamat, úgyhogy szerintem mielőtt tényleg halálra unnánk magunkat, már nem azért, mert nem tudnak miről beszélni, de olyan hosszú nap lesz még itt előttünk, kedves nézőink, hogy nem lőnénk el minden puskaport ennyire, úgyhogy jövünk vissza, amint a technika a megfelelő helyre vissza lett lökve a szervezők által, úgyhogy egy kis szünet, és jövünk vissza perceken belül.
This is actually a pretty exciting one because it's a rematch from the EOC. So, I mean, on paper, Rogue should, in theory, be favored here. Maybe he's trying to pinch onto Aces earlier on with downstairs. No way they managed to get him home on the left to find the... And now they've got a bit of a tag on what's going on with Aces. Try and go to the window! But can he turn around and find another? There's one way to turn around the corner. No, they shall not. And Rogue have got a bit of work to do before Wednesday. Aces is going to be following Corey up. There's that ping. Corey and Aces working together there. At this point, he's still at a massive disadvantage. Oh my God! Cypher to find one all on Karzeka, and he finds that first kill. This is it for Rogue. Beat coming out of Leon Gids. He's going to find Saves nice and early. And we'll be going for a run out as soon as... Beautiful headshot. Rogue looking very convincingly. He has a very strong position for cutting off Karzeka, takes out Shardsay, renewals, and he is, in fact, still in the cubby in the top floor, giving end of those opening kills rather than the receiving. Ooh, ouch, Yano, that's a great start. I forget what? A third. B36C. Oh, there we go. All right. Crushing Chaos's hopes at taking a victory and tying up the map. He'll be in the middle of the hallway. He'll be the player here. One shot will come off. Can he get the shots? No, he can't. It'll be all up to Rafael. 10 seconds left. Can he hit one shot? Yes, he will. There, beautiful triple kill that round. We'll leave the game in the hands of Rogue. Rogue coming off the back of their massive victory against BDS. Let's see if their form can continue. Leon here, they've got to worry about their out towards human veteran. They want to take... No way does he land that kill through the wall. Unbelievable. No. Gets a second. Nothing they can do here except for blank fire through the smoke. One kill lands with that plant. Realmer, so I think that's what Rogue tried to do. And Rask is going for the biggest flank of his life right here. Worth 1 point. Will we not get able to get the kill? Rogue walks away victors here. Well, they still have to win this gunfight right here. He will be going in for a pre-fire, but Darkman and his Corey, but one and the captain down onto Voy as well. He's still in this off angle right here. They most likely wouldn't be expecting. We'll be able to get one kill, gets the second one as well. Leon gets with the double, goes for the triple. Straight from Freezer, Corey's going to be able to get the kill, but he can't finish it clear. Oh, very unusual for map control to be forfeited this early on by the defenders. Great grenade. Now, Karzeka won't necessarily know about it, but he might find two! Oh! That's huge! In the most dominant game we have seen from them for a long time, take down the number one team from the European League. Rotating downstairs and this evil eye in the bomb site. Be in the lobby that they were because he speaks out, picks up a triple kills. It's all on him. Can he deny this plant? Bibu has to hold it. Can the plant get denied? Goga blocking it down. He get it. The newest player for BDS with a huge clutch to shut down Vitality. This Shaco in a 1v2. Can he find the kill? He finds one. Goes for the second of here. And a lot of times being stalled. Last one now being tossed in. It's going to be even getting one, but not going to be able to find Red Groove as of yet. There we go. We managed to get it at the very last. Only having to win two attacking rounds. That's going to be a double kill. Stunning them for a bit longer. What a run over it was. A 7-1. There was absolutely nothing they could do. And slowly, Secret is going to, well, set up for this. Chaos is covering with the sniper rifle. Able to get one down. Is he going to be able to get second? Ooh. No, it's Renshiro to get it. Drone hole being utilized right here. It's Hive to go down. The secure will follow. It's a GG to come in and a two consecutive 7-1. At the minute, BDS are unstoppable. But G2, they came into the season. Everyone's saying this was the super team to beat. Everyone is outside the building right now. So Shaiko's got to sit inside of sight and try and fight this one out. How does he still manage to win this one? Always in these big spots. It's him finding the kills. It's a 3-2. And here they come. Shaiko from construction once more. Might have just turned it around. No way. Turns around and finds the third. What is that? How does he do it almost all the way? Wow. And BDS will close at 7-5. G2 was so close, but BDS will be defeated by no one. We'll find one, but a drop from Rips on the Shaco opens up the flank. Yudei still clutch master in a 1v4, but Renshiro is able to bring this down to a 2v3 advantage for BDS. What a shot from Renshiro onto Megan. 10 seconds left. Can he hit one shot? Yes, he will. That's BDS's first loss this entire stage, Milosh. We are ready to get into another great game. BDS and Virtus Pro. WTG still here on these white stairs, making sure someone is not going to be able to come through. Beautiful shot there, Rafael. BDS, we know that they can pull it back from these numbers. This is not secure that kill. 4v3, starting to get it down. Shaiko not in a good position to deny it. In fact, he is. I didn't doubt him for a second. Surely, Passion now in a 1v2.
I'm so excited for this matchup. Okay, they got two of the French teams going head to head. Air jabs will pop off as well. Lems is down. He has to pull out the needle first. And he's going to be covered off, but his hand just pokes down. Surely they just start running at him in a flurry now. There's one below as well as Renshiro. Is that a C4? It's all up to Bride right now. The man who clutched so many times will fail to do it again. And it's Tempra that will draw things up, bring it to 6-6. Really starting to get confused now. Really starting to reel. What's the head of joystick? And Renshiro will take him out. That does start to even up the man counter. Second one for Renshiro. All on Shaiko. Come on, a 1v3. We know he's good, but this is for the map. You've got to make it happen. Can Dan survive? It's all on Shaiko, but there's no time to get the defuse anymore. And that is Empire to close out the map. They say, BDS, I know you like 7-1s. Here's one for you. I think both Na'Vi and VP have been two of the most interesting teams, and the fact that only one of them can make it go too close to the doorframe, and I hope he doesn't make that peek, but... Yes, a player on the rappel. Doki is in an aggressive position. He's taken out. Shaiko, his days are numbered. Trying to fight this gunfight. It's all on Nello upstairs, and it looks like a flawless round, and they send home Na'Vi and their hopes of making it to the mini-major. I think we're going up to an explosive match, aren't we? Yeah, right now it's going to be the last three members of to jump in. The garage has some bullet holes here still to work with, but as he punches in the door, they're coming in from the motorcycle. He's got the joystick to pick Rask Commission with a double kill, though, to try and keep them alive. Gets the triple kill, and notes the last one is coming from motorcycle. Is he going to be able to pick this one up? Needs to reload on his UMP, but he gets taken out. It's Empire to win the first match of the season with a 7-1. Impressive player on Tempra. He ended up with a 1.55 rating and doing very well. But... just don't care about the actual ground floor itself. He's running low. He might have to stand up and try and contest this one. He will try and do so and will win one. They'll try and push in, see what they can find. We'll be able to maybe win one here. Yes or no, it's a dance around the bomb. He wins one. But all we're going to have, this could be WTG with a massive clutch for them. Gives a lot of time for dancing. Well, he knows where he is. And there we go. And Virtus Pro getting their second loss of the new season. Completely taken out. What is this? WTG, the last man to clutch it. What is happening? Nothing is happening. Finally, Sharte tries to get this plant down. WTG to clutch it in that 1v whatever. 10 seconds to go. They're still being spotted out by gadgets. It's turning into a bit of a mess at the better end of this one. WTG with Red Corridor covered. Pasha finds the final two. What a game he has had on the leaderboard. It's Virtus Pro taking it 7-5. Gilgar goes down due to that actual gas canister as he wants to go for the finish. It's the second down. So WTG knows this. It's going to be going for it as he finishes the kill with the gas canister. Just for the BM. The C4 in here, but he decides the peak is the way to go. And yes, it is. He'll get two. Three people on the southern side of Vitality. It's Pasha to get the first one right from the kitchen, but will soon be moved in, and it's not going to get spotted out. Pasha somehow wins that gunfight. This shouldn't have happened. Gets the triple kill as well. So impressed by VP. That is a win well-deserved. I think Virtus Pro have shown some consistent improvement in the last few paydays. I'd love to have the operator right now, but none. 4v4. There's a second kill for Pasha. Oh, there it is. Smoke down. There's someone to his left. He doesn't even know at this point, I don't think. Waits for him to walk around the corner. It's all too easy for Rask. It's all too easy for Virtus Pro. A dominant performance from them against Secret. And no doubt there's a C4. Rask trying to pressure from above, and Bride, he's taken out. That means the diffuser has been dropped. It's up to Rask. It's up to Pasha. They need to do it together right here. But with the little time they have left, there's no way that Rask will be able to clutch this out. And indeed, he will not. A very, very valiant effort by Virtus Pro. Get the down, but eventually the kill with that pistol. One-on-one situation. Rips on the pants, gets C4'd. Pasha will be clutching it out. Rogue, they definitely have to start sweating right now. Right here, worth 1 point. Will we not get able to get the kill? But eventually it's Rogue to get it. Oh, oh my god. That was so incredibly close. That should have been a draw, to be honest. Mega Doki back, and WTG for another. Absolutely nuts, he finds his third. So difficult here, staring down match point, and Na'Vi put all their hopes on panics, and that's not going to happen. That is Virtus Pro, a handy victory, 7-3 here on Villa. Could be super big right here. Oh, it's Siege, nonetheless, could be doing so. And does the man, Hind will stay, this is C4. Shockwave will have to rotate up. He goes to that top floor, hopes to find a kill, does so as well. And this means he might be able to win this round out for VP, unless they manage to get the diffuser and sneak it all the way out to Piano, but it's the other way around.
is actually a pretty exciting one because it's a rematch from the EOC, which Rogue won. So, I mean, on paper, Rogue should, in theory, be favored here. It's looking to push in through China, potentially. Just can he make it the final two to get the ace? But behind him, Pengu is going for the plant. It was Ace's last round working the magic. This time around, it's Kanzo. Maybe I should take that back. Spoke too soon. It's all on Citizen. It's a 1v2 now. Two on in for the round. Sure, no way. This is Citizen's moment. He's got to contest it. It's coming down. No way! It was just coordination to the absolute nth degree from G2. Kento moving through right now. The plant needs to go down, but Pengu needs to make sure that the defusal will be planted. But the question is, will it be? It's Kendrick to pick up Virtue. It's Kento right now. He's going to be going for it, but the drop comes in from Citizen. Is he going to be in time? Yes, he is. And it goes for the double kill. This is another thing to learn as well, ladies and gentlemen. If there is a pulse below, absolute shout out to both of these teams. Very evenly matched here on Cafe. But always, and he's going to be the first kill. But Kanto turns things around onto Shepard, and so many of these kills coming in here. Wow. G2 Esports, and suddenly Kanto. There we go. Citizen's going to be taking some of those shots, using that Clash Shield as a little bit of protection. He isn't as a player there, but he might be closer than... Can't stick this. Shepard's going to peek it, jumps in, and takes Kanto out. That is Empire to tie up the map. While Virtue is watching the flank right now, I don't believe G2 are hard committing to this. Virtue gets that. And Shiro red there. All I care about right now is seeing Pengu get kills and use the explosions from LMs, but that's some dire utility you can't use then. Oh! Hello, na. És üdvözlöm mindenkit! Szia Popet! Szia mindenki! Szia Berci! Sziasztok! Itt visszacsatlakozunk úgy tűnik a mérkőzésbe. Vagy hát nem csak úgy tűnik, visszacsatlakoztunk. 5-0-ás G2 vezetésnél tartunk vagy járunk, és... A Virtus Pro utolsó védőkörében Profit próbálja meg végül. Lesz-e 6-0-ás? Hát... Én bízom benne, hogy én nem. Izgalmasabb legyen még azért ez a meccs. Hát 6-0 után... Ilyen 0,1% esélyed van villan szerintem nyerni támadóban. Ez a kör nagyon kell most a Virtus Pro-nak. Ugye azt a setupot látjuk tőlük ismét. Keszülőkkel Vamája, Jégerem, Juttat, Kolozet, illetve Bedroom védés. Gránát. Nem tudom, van-e a támadóknak, de nagyon kellene között. Ez jelenállóan kettő, most már látjuk. A nélkül lesz nem lesz egyszerű, viszont legalább Thatcher rendelkezésre áll. Könnyebb lesz majd az, hogy kiszedni az ebből az ember. Sőt. Ezek a drónok, és van meg smoke, illetve jégerről az input, valószínűleg már sok évet is kidrónozták egyszer. Citizen ismét egy szinttel lejjebb drónozik. Gyakran láttuk tőle tegnap Team Parkon is. Találkozni a többieket, a magnet nem sikerült, meg lehet próbálni újra. Van még sok fő mellett ADS, mennyi van? Kettő? Egy? Csak egyet egy látok. Egy még biztos, illetve hát van egy Egezsit is rendelkezésre állott. Oh! De kipékelés. Kivítsenek, meg van a kill. VTG smoke-kal besz fürdőben, bocsánat. Próbál refregálni. És majdnem ő jár rosszabbul.
Megértem egyébként sok fébet, hogy kipíkelt. Szerintem azt gondolta, hogyha mivel éppen Uno is bedobta a frag grenédet és kitette az ADS, azt gondolhatta, hogy az ott várakozó Thatcher virtső, és valószínűleg hát dobálózni fog. Nyilván nem tudta, hogy Thatcher van ott, és le lett tartva. Ez pedig értetetlen volt, amit Ruxkit csinált, de is számít, nem tovább közelni. Egy gyors refrag, de meg fog halni. Kanto által 1-3 ellen pasának kellene klatcholni. Igen. De Kanto befejezi. Túl agresszívnek tűnt az alapján, a kör alapján a Vét Pro. Teljesen értelmetlenül haltak meg ott ketten is. Oké, Shockwave píke még meg lehet megmagyarázható, de ott Jägerrel kifutni bedroom közepére, úgyhogy minden is nyitva van már ott. Hát nem tudom mennyire volt jó döntés, inkább sem mennyire, így utólag. 6-0 egy körre attól, hogy a mini majornek a második mapján az elődöntőben hamar pontot tegyen az első pálya végére a G2, de a Virtus Pro még itt van, játékban vannak. A G2 nem trükközi túl ezt a védő site választást. Egyben mennek aviátorba. Nem konyháznak, nem trofiznak, aviátorba mennek, ahol a legnagyobb esély van arra, hogy megnyerjék a kört. És egy teljesen basic setupot fogunk látni szerintem. Teljesen alap minden, van egy smoke-juk, van már Jäger mellé, hát ugye vagy Bandit, vagy Kaidők, a Kaid mellett döntöttek. Így is benne van Thatcher a játékban, hogy ennyi falat úgyse lehet letrükközni. Bandittel akkor már több esélyed van egy Kade-del. És hogy legyen valami Vision és Intel, ott van a Valkyrie. Teljesen alap mind a két felállást támadó V oldalon egyaránt. És hogy a Virtus Prime játszik egyáltalán Thatchert most. Valószínűleg Glenn-t próbálnak majd megclearálni, és akkor az IQ feladata lesz kiszedni az Electroclaw-t. Szadi felől érkezik majd támadás. Respawnolt egyedül a másik oldalon S-sel, de már ő is jön át. Citizen és Kanto roamol bedroomnál egyenlőre. Hát egy védő még Uno személyében. Való kicsön, illetve való pincében való, már, ha jól láttam, Ferdunak alapján. Ez gyorsan is foglalja Tárt galerét. Pengu lesz hozzák az első pont a két lépcsőn. Érdekes, hogy a smoke-nak kell először kontaktolni egyébként a támadókkal. De pici szerintem azért megfontolandó lenne a G2 részéről. Igen, a shoot-holókat nézegetik, VTG-jék, akárhol lenézhetnek rájuk szinte a védőjátékosok. Egyébként Uno-ra is. Oda egyébként jó döntés lehet egy smoke, hiszen hogyha study felől tépelnek, akkor hoppot meg is látta VTG talán. Igen, és live spot van róla. Kipikkel erőjött információ, és még mindig látja a drón. Nem igazán tud Kanto Reketi mit csinálni ebben a szituációban. Kapja ő is az információt. Kanto el tud-e menekülni? Egyelőre úgy tűnik, hogy igen, durván 1/3 HP-val. De Uno Master is van, még Rage-hez nagyon veszélyes lehet az ellenfélre nézve. És a Virtus Pro-nak fogy az ideje, hogyha nem lesz hamarosan egy entry-jük. Mondjuk egy ilyen jó entry pasától a Virtus-re. És szopatta! Pengult hiszedi lépcsőről. Hát két nagyon fontos operátort szedtek ki a játékból, ami két olyan operátor, ami legjobban tudja talán a védőket megakadályozni egy folyamatos támadásban. Igen, illetve Uno még nagyon messze van szájtól, most ott felhatálni East lépcsőn Vault-ba, illetve hát ott landing felé vannak beszorítva egyelőre a védők. Most érkezik Uno 90-ba. Drone az X-site, próbálunk minél több infót szerezni. IQ érkezik hátba bedroomból, meg lehet neki hamarosan a Jäger, ha nem számít rá. Ó, ez szép lett volna. Ez szép lett volna, hogyha el tudják lőni az utolsó embert is, Rasket az S-en. De hát igen, mind a két oldalról voltak kisebb mellélövések, de végül Rasket jött ki ebből győztesen.
jön, illetve hát az Aiki is közben hátba lőtte Jégert, mint mondtunk is, Kantót halt. Jó kör volt egyébként a Vetus Pro-tól, ami hasonlókat vártam védő oldalon is. Ugye, nincsen vége. Ahogy a G2 tudott hozni 6-0-át, épp ugye a Virtus is meg tudja csinálni, hogy 6-0-át hozzon szerintem a mérkőzésen ezen az oldalon. Tehát, hogy ami az egyik oldalon sikerült, az nem lehetetlen a másiknak. Az a más kör is, hogy ugye erről beszéltünk, hogy a papírforma szerint kivárható. Érdekes, hogy nincsen tecsorban a játékban, és így ennek ellenére. Nincs tecsorban a játékban, és nem is nagyon hozzák a támadók, csak immelámmal ennek ellenére hozzák a támadók a köröket. Legalábbis eddig. Nincs itt támadó kör. Hát mármint amelyik köröket mi láttuk, abban volt tecsor. Igen. Emlékszem. Az előzőben nem volt. És ne felejtjétek, amúgy itt chatünkön vannak érdekességek is számotokra, ugye esport egy további esport egy pontokat, egy csatorna pontokat tudtok szerezni. Ott van egy szavazás, kinek szurkoltok, nyomjatok rá, lássuk, hogy ki kinek szurkol itt a magyar Twitch chaten. 50 csatorna pont mindössze az egész. Hát hallassátok! Mert annyit kaptok. Igen, annyit kaptok, rosszul fogalmaztam. Későbbiekben lesznek még ilyenre lehetőségeitek. És ugye ez mind az esport1.hu weboldalon is meg tudjátok egyébként csinálni. Semmi hátrányban nem szenvedtek. És egy egészen dinamikus támadás egyőre. Oj, de jó az a S-charge. Szeret egy EDS-t, így van. Az asztal is szétesett. Viszont számítanak Kantóra talán. Basa. Hát ezt olvastam most. Itt van a lehet négyet. Sájkot ott. Nézd, mi az ott? Mi az a kupak tanács? Jöhetett volna egy C4. Lehet, meg lehet volna a következő poszt az Images that Proceed R6 Facebook oldalra. Na, megvan tehát az entry a Vetus Pro-nak támadó ellenon, és hát a Jäger, de még valahogy meg kell oldani. Többek között egy Clash-t, akire jelenleg nincs se Zofia, se Kavitao, se Kali, se Nomad, ami nagyobb counterök közé sorolható, hogy nem lesz egyszerű. Gránáttal fogják kiszedni az elektrokót, ha tudják, nem sikerült, és így ment egy Thermite Charge is. Feleslegesen a kukába. Kicsit tanástalan egyelőre a Vetus, hogy ezzel a fallal most mit tudnak kezdeni. Még ebben egy vonalban 3 G2 játékos Astroban. Illetve Trophyban 14 jelget talak egyelőre. Vicsenek van egy Refrag, sok V-re esett a Termite, Rascally meg Uno-t. Jól érzi, Mission, hogy hol van az ellenfél. Végül a Vamai visszavonul, meg van a Diffuser. 30 másodperc van durván vissza a körből. 3-4 ellen. Úgyhogy itt egyelőre csak letart. És Pasa nyeri meg ismét a gunfightját. Pengut is megöli Pasa, eddig egy tripla a körben, és a Mission fejezi be. Magához térni látszik a Vetus Pro. Már kell hozzá az, hogy Pasa elkezdett itt nagyon keményen fregálni azon a sledge-en. Most ezek után, a 6-0 után látunk egy 6-6-ot, az tényleg valami igazán kivételes dolog lenne. Úgy látom, Aviátorba megy vissza, legalábbis egyelőre így dönt a G2-nak a csapata. Mennek szépen vissza Aviátor szobába. Megértem, hogy továbbra sem konyhába akarnak menni, vagy pedig megpróbálunk újra ezt a trofi, de ez a trofi ez nem volt túlságosan meggyőző. Az Aviátorban pedig látszott azért ott valami hát kis plusz, amit ugye bele tudnak rakni, abban az esetben jobban sülhetne el a kör. Például azt, hogy kivették a Valkyrie-t, és hoztak el egy Elát, egy érdekes döntés lehet szerintem igazából. Lehet, hogy a G2 is úgy látja, hogy nem igazán volt akkora hasznukra az Intel
az előző körben, és azt az egy operátort el lehet hagyni. Egyébként a setupjuk egy az egyben úgy látom, hogy teljesen ugyanaz. Ugyanazokat az operátorokat hozzák, még egyszer mondom, Ella érkezett csak Valkyrie helyére. Támadó oldalon továbbra is minden változatlan. Tetsző továbbra sem hoz egyébként a Virtus Pro, ugye? Már amit láttunk abból, ők akkor amikor tudták hozták. Két hard breacher, lényegben kettő soft breacher, és ugye IQ, ami egyértelmű, hogy mit fog csinálni ezzel a pályán. Mondjuk Ellára megint csak, akár csak Valkyrie és egy jó hard counter az IQ. Nincs olyan operátor, akinek most a gadgetjét elátná a pályán egyébként. PTG. Kell majd vigyázni ott lent. Nem legyen túl sokáig lobby környékén, rotális van living felé. Ugyanaz lesz a támadás is, eddig legalábbis nagyon úgy tűnik. Elkeznek lent a drónok. Egy hamarosan kontakt lehet itt IQ-nál. Megvan az info is, és egy hatalmas fejes unóra. Nem jól olvasták, hogy valószínűleg megint rómolni fog lent valaki a pincében, és ment is huntolni. VTG, levadászni. Nyilvánzok pontosan a fenti lyukakra, nagyon odafigyel most a Virtus Pro minden kis apróságra. Kanto, piros lépcső fordulóban vár. Itt el kell hozni legalább egy Feral Kantónak, mert hogyha most kicsit is felpusol a Virtus, és nem tud egy embert se elhozni, akkor az komoly probléma. De úgyhogy nem érkeznek. Csak a Vajöszete szerintem ki, hogy majd a később, hogyha flankelni akarnak, és hát miközben pusolnak majd szedi fel, akkor valaki fel tudott sétálni, és nem kell a Vajöre törődni már. És hogy érkezik-e ismét a Granat Vamire, előző körben láthattuk, igen, kezében van már Lampasának, ha jól láttam, így is van. Most csak a shieldet szedtek ki, és hogy nagyjából 40 damage-et tudott kiosztani vele. De milyen jól csinálja ezt tényleg a Virtus, tehát hogy anélkül, hogy kontatolnának ADS-szel, vagy pedig Magnettel ezek a... És hogy Pengura érkezik, amely egy gránát, most a sarkot nagyon jól lehet nédelni lentről. Már ő is visszament inkább Sight-ra. Kanto továbbra is Red lépcsőn, többiek pedig mint Sight-on helyezkednek el, illetve Landingben van még Ella. Hát most nincs intelje a Cheetonak, most az egyetlen intelje csak abból érkezhet, hogyha hippíkkel, nem hogy a hangokat hallgatják a játékban, bár szerintem nagyon jól tudják, hogy abból hol helyezkednek el a támadó játékosok. Fal közben egy be lehet robbantva, klasszik a hol, és be lehet látni egészen Sight-ig, sok fémnek köze meg a Virtus. Kezd megint széthullani ez a G2 védelem. Fentük utól kijön az utolsó smoke canister, de emis, aki belőbi őt, flow lesz kör a Virtus Pro-tól. Mi történik itt? Úgy arról volt szó, hogy Villa az egy védőmap. Valakit kamuzott nekünk, mert konkrétan eddig csak a támadók tudtak hozni a pályán. És még egyszer megkérdezem, hogy ezek után hova fog menni a G2? Két aviátor és egy trofi elvesztés után megpróbálják elsőre a kicsönt. Ott is van. Meg most egyelőre ki van választva, aztán lehet, hogy átválasztják. Nagyon összeszedett most a Virtus Pro, tényleg lépésről lépésre, megfontoltan egyesével szedik ki a G2 játékosokat. Nagyon jól olvassák, hogy hol helyezkednek el a mapon, mikor, hogyan fognak forogni, rotálni. Többször is láthattuk ugye például Pasának a gránátja, illetve hát mikor a smoke-on lelőtték ott Pengut, már a kör vége felé egyszerre három felől érkeztek rá lövések. Az egysége nem volt egy freget is elhozni belőle. És először látom, egy érdekes operátor. Igen, pont azt akartam kiemelni, hogy megérkezett az Oryx. Így a konyhában mondjuk, hát ez az egyetlen site itt villán, ahol lehet hozni ezt a karaktert, mert ugye itt mosókonyhából jól fel lehet ugrani, meg hát ugye a rotálkintása az mondhatni kényelmesebb feladat. Főleg ha van egy dok, aki utána fölhíleli az Oryx-ot. Már nem szükséges. Elég érdekes ez a setup, egyelőre teljesen szétszették az összes falat kicsőnkben. Valószínűleg az összes reinforce majdnem az összes fentre ment. Nem bizony sokan lesznek Sight-on egyébként. Nem. G2-ból. Library felé reinforce-olnak nagyon sokat. Valószínűleg egy Counter-Strat tudhatják, hogy hogyan támadja ezt a Virtus Pro.
próbálják azt counterolni. Azért sásztőtve szóval nagyon sokszor láttunk már ilyet, hogy egy-egy adott setup ellen raknak fel ők valamit. Voltak ilyen emlékezetesebbek a G2-tól, mert mondjuk Borderen, amikor mutatóan glazoztak meg Montiztak, illetve Fuse is volt abban a setupban, ha jól emlékszem, és az egy az egyben egy counter strat volt, és működött is nekik. Ez most azért annyira nem extrém. Itt hát tegnap is láttunk tőlük egy ilyen kapkanos roam game-et az egyik mapen. Ó, az egy jó pick. Lehetne a dokival, igen, fél HP marad. Most hát most nem lehet lelőni. Tehát, hogy most megint inkább minden gunfightot és visszahozzák ezt a meccset. Tényleg teljesen úgy érzem, mint tegnap Sajkóval, hogy Pasa most itt eldöntötte, hogy hát ha valakinek akkor neki kell előrelépni és a hátra venni a csapatot és kifregelni, ha más megoldás nincs. 8-2-ben az utolsó riosztó óta. Ezek ilyen emelkedik a csapatával. BTG nézelődik azzal a szenzorral, és amit lehet az likvidálni, hogy pedig infoz a társaknak, Pasa bontja a padlót, próbál további szörgek egyik szájtra, hát ha valakit ki lehet szedni onnan, de hát nincs senki szájt, ugye pont ezt mondtam, hogy valószínűleg a G2 teljesen kívülről fogja védeni a szájtot, ez is történik pontosan. Egy perc van durván vissza a körből, Deathrush-sol be, találkozik-e valakivel, nem nagyon számít rá senki, de Penguin-re a gunfightot, 4-4-ben maradnak. Smoke nagyon kevés HP-val. BTG is itt van. Follow-up-ból kicsit később. Rossz fele néz. És Uno nyeri ezt is. Tehát egyesével ugranak be most a Sight-ra Vitus Pro játékosok, ez így nem lesz jó, sok wave-nek meg van Pengu végül. Csak sikerült megölni azért a Smoke-ot. Nincs nagyon infójuk Unon kívül a többi védőről. Közben Citizen már felrotált, úgy tűnik, hogy róla viszont van. És szétesik a kép. Nem lőtték ki azt mondanak, hát ez volt a probléma. Most a végül úgy lehet, csatlakozik a támadókhoz. Ilyen kevés idő van már vissza. Olyan 10 másodperc van, 15 inkább hátra a körből. Gránátok még vannak egyébként Pasa, de arra már nincsen idő dobálni, ugye nincsen se ADS, se Magnet a játékban, mert nincs sem Vamai, se Jäger. Jön ki a cél és sokféltől megy le a diffuser, ezt jól tartja Pasa, Pasa még mindig lelőhetetlen, ugye te is mondtad Popet. Uno és 12v3-ban diffuser le van rakva, és kevesebb mint 40 másodperce van a B2-nek ezt visszafoglalni. Nehéz dolguk lesz, mert eléggé jól elhelyezkedtem, hogy Citizen akár föntről meg tudná lepni a védő, a támadókat, akik védik a lerakott diffuser-t, és hát Uno-nak és Citizen-nek fogalma sincs, hogy hol van az ellenfél. Sok wave itt fekszik a földön, ellövi Uno-t, érkezik Citizen, 1v3-ban, egy infója van a másik két emberről. Halvány fogalma sincsen, az egy szép sok wave-re. Így van, és hát Kessel-lel nem lehet tudni csinálni. Fölé nyitja Pasa a padlót, nagyon jól látja. Oly, hát nem is került ránézni. A szög az nem volt jó teljesen, de a vállát végül lehet tudta így lövöldözgetni. Igen, kicsit kellemetlen nem volt, mikor a replayben nem sok nem minden látszik. Azért nem kezdett el pánikolni, legalábbis teljesen nyugodt ott maradni. Hát Pasa hát vezetésével felé lett a Virtus Pro. Két körre vannak az overtime-tól, Zsinórban nyertek eddig 4-et. Megy vissza ismét Aviatorba a G2. Eddig nem jártak ott túl sok sikerrel. Ezen szinte flawless köreket hozott rájuk ott a Virtus. Hát ezek után, kedves nézőink, egy 6-ot játszik a Virtus, és megyünk hosszabbításra, az valami óriási lenne. Még mindig ott van 2 körelőny a G2-nál, de azért az nem tud... Kaidról Clash-re 6-pick a G2-tól. Változtattak az Aviator taktikán, így van. Két ugyanolyan Aviator kört elbuktak. Mondhatni ugyanolyan, mert ugye az első körben annyi volt, hogy az Ela helyett volt egy Valkyrie, és ott volt még a Kaid. Azt utána megváltoztatták arra, hogy Citizen behozta a Valkyrie helyett az Elát. És most Uno a Kaid helyett érkezik egy Clash-sel. Hát Unót eléggé, hát kiismerték már abban a setupban, hogy mit csinál. Ezt láthattuk is, mikor VTG itt a egy az egyben
arra ment, hogy őt megölje, még mielőtt lemenne pincébe. Ugye Villa, illetve hát még mondhatjuk Kafét is ilyen pályának, talán még Coastline-t, ahol a shieldek nagyon erősek ilyen hosszú szűk folyosókon. Nagyon fontos pozíciókban tudják hátráltatni a támadókat, ezt fogjuk most látni Momót ország. De vigyázni kell, mert Pasa lentre a gránáttal nagyon sok kellemetlenséget tud neki okozni, hogyha megvan róla az info és ő egy helyben marad. Hát kérdés az, hogy Kanto és Virtue mennyire máshova rakosgatják a gadgetjeiket a játékban, mennyire akarnak arra is koncentrálni, mondjuk Unót Saiton kívül megvédjék azzal a Clash-sel. Már lent jönnek be közben, ugye most nem Penguin-altabban lépj a fordulóban a smoke-kal, hanem Uno egy fallal a kezében lényegében. Ilyenkor, amikor Crash látsz Popet egy game-be, azon kívül, hogy elmondasz egy-két imát, mi az, amire koncentrálni inkább átkot. Meg átkot, igen. Mire akarsz koncentrálni? Minél előbb ki akarod szedni a játékba, vagy próbáld inkább elkerülni? Nem szabad, hogy csak Clash-re fókuszáljanak ilyenkor a támadók, mert akkor én általában az, hogy más irányokból meglepik őket. Ugyanúgy kell játszani, mint egy sima operátor, annyi, hogy igazából, mintha lenne rájuk egy kamera. Gyakorlatilag lesz sok minden más nem tud csinálni, nyilván tud lassítani, hasonló. De hogyha nagyon elkezdik azt fókuszálni, rárohanjanak, vagy bármi hasonló, akkor ott Pengu egyből ráugrana arra a feregre. Minden lenne ott egy bulletproof kamera. Living-ben. Úgy kezelitek. Kérdés lesz róla info. Igen, hasonlóan. Gránát érkezik, most nem fog találni senkit, és vigyáznia kell az Elára. Most úgy tényleg van róla info, hagytak itt az előző körökben is drónokat. Nem biztos benne viszont, hogy hol helyezkedik el Citizen az Elával. Most már fix info van. De úgy döntnek, hogy nem foglalkoznak, valószínűleg tudják, hogy visszarad, hogy is Scythe-ra majd. Érkezik egy Rappel ide az északi ablakba, de Citizen megnyeri a gunfightot Elával. Ez most már G2 körnek tűnik így, 25 másodpercen vissza és nincs egyelőre Scythe-ra bejárat. Mostantól semmit sem nincsen gránátja. Knight-ér a PKG-t, de nem is néz ki a védő játékos. Az a fal, a soft. Az be lehet robbantani. Le van mute a játékban, de letartják keresztbe. Pont ez volt a célja Penguéknak. Megvan még egy ember a Shotival, és itt van Emission egyedül. Nem tud semmit csinálni, egy Flawless Curl hoz végül a G2, és behúzzák a Virtus Pro pályáját, így 7-4-re. Hát, sok szempontból nehéz szülés volt ez a pálya a G2-nak, igaz Popet? De nem csak a G2-nak volt olyan szempontból nehéz szülés, hogy 6-0-ról nagy nehezen az 5. védőkörbe tudják lehozni, de még így technikai oldalról is, ami reméljük, hogy végleg meg van oldva. Végleges statisztikák, nem tudjuk, hogy még hogyan lesznek erről a mérkőzésre egyébként. Nem valószínűleg a CGG srácok helyében. Igen, a szegény CGG srácok most izzadhatnak, hogy hogyan lesz ez ebből össze részes statisztika, de lehet, hogy a játékosoknak a feedjeikből, meg nem tudom, recordingokból, igen, össze tudják valószínűleg szedni, hogy kócsokra írogatnak, hogy na, mi volt, meg hogy volt, nem tudom, most a gaming házban vannak egyébként, a játékosok nincsen róla. A G2-sok biztos Berlinben, ha jól tudom. Mint, azt tudom, hogy egy helyen vannak, csak az abban vagyok biztos, hogy Berlinben. A Virtus.pro sokról nem tudom. Jó, hát kedves nézőink, bár nem mindent láttunk az első pályából, én biztos vagyok benne, hogy a másik az már normális kerékvágásban fog érkezni hozzánk, úgyhogy hamarosan jövünk vissza a G2 választott pályájára, ami nem más, mint Café lesz. A reklám után jövünk vissza.